Danis Kornélia 3 éve vonult nyugállományba. Elmondása szerint szüleitől örökölte az olvasás szeretetét. Könyvállománya nagy részét is szülei gyűjtötték össze, de számos saját példány is megtalálható a polcain. Sajnos a látásom nagyon megromlott, meg már relatíve kicsi a lakásom is, nem tudok ennyi könyvet hol tárolni, és akkor kezdtem azon töprengeni, hogy kinek lehetne legalább egy részét ezeknek a könyveknek valakinek oda ajándékozni. És akkor hallottam a barátnőjeimtől, hogy az Újvidéki Színház szervez ilyen könyvgyűjtési akciót, valójában egy jótékonysági könyvásárt, amelynek bevételét betegekre, szegényekre fordítsa, illetve adományozza, és úgy gondoltam, hogy ez akkor egy kitűnő alkalom arra, hogy ebbe az akcióba bekapcsolódjak én is. Az elmúlt hetekben több száz használt könyvet sikerült összegyűjteni az Újvidéki Színház csapatának, de a vásár ideje alatt is folyamatosan érkeznek újabb könyvadományok. Az érdeklődők számos regény, gyermekkönyv, novellás kötet, szakkönyv, lexikon és szakácskönyv közül válogathatnak. Az első könyvvásár alkalmával jóval-jóval kevesebb könyvünk volt, mint most. Hát, hogy azt mondjam, hogy úgy rendeztük az asztalokon a könyveket, hogy úgy nézzen ki, mintha sok lenne. Most meg már 4 sorba rakjuk a könyveket egymás mellé beszorítva. Rengeteg könyv érkezett, amit ezúttal is szeretnék megköszönni úgy a közönségnek, mint azoknak az embereknek, akik hallottak az akcióról, és támogattak bennünket ebbe a mi akciónkban. A könyveket szimbolikus áron 100 és 200 dinárért lehet megvásárolni. A színház az idei könyvásár bevételét a Ritka Betegségek Szerbiai Nemzeti Szervezetének ajánlja fel.